Sajnálom, Tess. Van egy rakás szakember, Nick is összehozhat valakivel. Rég nem láttam, folyton dolgozik. Most kint áll a teraszotokon. Maradj itt, Alexel. Szia, te kis angyalka. Hey. Nick. Rég nem láttalak. Igen. Mi van veled? Csak úgy éldegélek. Hát te? Én is éldegélek. Hogy ilyen elegáns vagy? Egy ideje tanácsadóként dolgozom a farmer tanácsban. La, szóval kényszerítettek. Kellett a pénz. Miért? Leégtem. Vilgál már hónapok óta pusztul, és ha nem térek vissza a hagyományos műveléshez, végünk van. Úgy érted, adjuk fel a biogazdálkodást. Én már feladtam. Ne haragudj. De elméletben társak vagyunk. Igen, ez igaz. Nem szólhattál volna hamarabb? Azt hittem, hogy még változhat a helyzet. Talán segíthettem volna. Hogyan már? Épp elég, hogy egyedül irányítod a Drovest, Charlotte-ot neveled, csak meg akartalak kímélni. Most vissza kell mennem dolgozni. Egész jól ment. Szia! Láttam a villanyt, minden rendben? Ugye jó formában vannak? Igen, ahhoz képest, hogy plusz játékok. Megkérem az árukat. Már is találtam vevőket a neten. El akarod adni őket? Igen. Hiszen ezek a kis kedvenceid. Csak így bérelhetjük ki préri tüzet. De ez miért vagy ilyen fafejű? Nem szégyen segítséget kérni. Charlotte-nak már csak én vagyok. Gondoskodnom kell a jövőjéről. Ne izgulj, préri tűz. Hé, meséltek már neked arról a cuki kancáról, aki oda van a nagy erős ménekért. Gyere! Ügyes fiú. Ha jól viselked, kicsim, bemutatlak neki. És azután ti ketten boldogan élhettek együtt. Ez hol van? Ő nem játszik? Már nem is töröm magam azzal, hogy hívom. Folyton melózik. Attól még kikapcsolódhatna. Így van. Lehet, hogy neki a munka is kikapcsolódás. Ő tudja. Nem játszhatnánk végre? Le vagyunk égve. Plusz gyorsabb módszert a meggazdagodásra. Ne is álmodozzatok, fiúk. Öt lapot osztok, ötös tétről indulunk balra. Jó lesz. Nem? Kérsz desszertet? Sajtortát sütöttem. Köszönöm, nem kérek. Képzeld csak, szerencsejátékes lesz pénteken a kocsmában. Indulhatnánk a főnyeremre. Nem érek rá. Folyton dolgozol, néha kikapcsolódhatnál. Túl sok a munka. És most új vállalkozásba is fogsz. Ha kidőlsz, Charlotte-nak nem sok hasznára válsz. Túlélem. Thank you.
Mondhatnál neki valamit? Ha rád nem hallgat, akkor rám sem. Épp ezért mondom, meglepődne, hogy tőled hallja, és talán megfontolja. Hé, mondjak valami jót. Képzel csak, ma 6 egész téglát öntöttem ki. Akkor fél év alatt eddig 200 téglát öntöttél, vagyis már csak 7000 kellene. Na igen, de ez is haladás. Mutatok valamit, amivel sokkal hamarabb célba érhetnénk. Ez beköltözésre kész, 6 héten belül. Igen, csinálhatok egy fasírtot 6 percen belül, és még az is jellegzetesebb lesz. Fontos, hogy egyéni legyen, de még 70 éves korom előtt beköltözhetnék. És én megépítem a házunkat, világos? Akkor már nekem nincs beleszólásom? Jól értettem? Akkor nincs, ha te egy 12-1 tucat kézházat akarsz. Mi abban a nagy durrás? Csak az, hogy még ebben az életünkben beköltözhetnénk. És neked csak az számít. Az nem is érdekel, hogy én mit gondolok. Ha így haladunk, sosem lesz házunk. Na ide figyelj! Köszönöm, hogy ilyen türelmes vagy, meg. A fenébe. Az Isten szerelmére. Nem, egyáltalán nem sírom vissza. Kamu, hiszen a Rodeónak élsz. Jól van. Tartom az 5-öt. És emelem 5-tel. Emlékszem, ahogy felugrottál arra az ökörre. Be akarta nyomni a kaput, mi más tehettem volna. Kiszállok. A jövő héten Melfordban lesz Rodeó. 4 rongya díj. Hogy úgy nézzek ki, mint te, egy nap elhagy a szerencsét, barátom. Tartom az 5-öt. Ugyan már, csak a régi idők kedvéért. Jó nekem itt. Miért olyan nehéz ezt elhinni? Mert korábban nem zárkóztál volna el a világ elől. Na és, megváltozhatunk. Mi van? Ez igaz, csak nem mindig jó irányban. Szólhattál volna hamarabb tesznek. Csodába kerülj ide! Ne ordíts, még megtudja az egész környék. Elmondta józan eszed! Semmi baj, csak kölcsön vettem. Úgy érted, elcsortad. Figyelj, tökéletesen beválhat. Harry rájön, hogy eltűnt, frázban lesz, azt mondjuk megtaláltuk, és ő hálából ingyen kölcsön adja. Garantálom. Ez a legidétlenebb terv, amit valaha hallottam. Szerintem szuper. Kivéve, hogy lótolvajlással vádolhatnak, el sem hiszem, hogy ez igaz. Senki sem tudja, hogy itt van. Egyébként is másképp nem kezdheted el a fedeztetést. De nem mehetek börtönbe sem. Vigyáznom kell a jó híremre. Dénnyertes méneket nem szokás meglovasítani. Azt hittem, hogy... Nincs értelme vitatkoznunk, csak vidd vissza! Jó, te nem is láttad. És ha más mód is van pénzt szerezni Préri tűzre. Kímélj meg az őrült terveitől, kérlek. Kölcsön adhatnám a pénzt. Hogyne, hogy megnyert pókeren, ugye? Nem, előtte eladok valamit, hogy pénzhez jussak. Bocs, de a csizmagyűjteményed nem ér 12.500-at. Ki mondta, hogy a csizmáimat adom el? Akkor meg mit? Azt még nem árulhatom el, de bíz bennem. Bízzak? Miután megfújtál egy értékes lovat? Belátom, nem a legjobb megoldás volt, de mit keresek, segítségnek hívják. A te esetedben bajkeverésnek. Töröm magam, hogy megmaradjak a birtokon, és az utóbbi időben te csak fejfájást okozol nekem. Én csak segíteni szeretnék. Azért igyekszem, hogy megvalósuljanak az álmaid. Az ilyen segítségből nem kérek. Akkor sem, ha ezzel kilábalnál a gondokból. Nem, és látod, ebben különbözünk. Igen, de tudom, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy finnyi.